Hálát adunk ezért az elmúlt hittanévért, azért az elmúlt tanulmányévért. Hálát adunk és megköszönjük Istennek a sikereket, amelyeket a tanulmányaink során adott nektek, nekünk, és megköszönjük a pedagógusoknak, a hitoktatóknak a munkáját, akik áldozatos élettel oktattak, tanítottak, neveltek benneteket. A harmadik, negyedik osztályos gyerekekkel foglalkoztam ebben a tanévben is. Fő feladatom az első áldozásra felkészítés volt. Én nagyon hálás vagyok, és csupa köszönet van a szívemben a Jóistennek, hogy őket rám bízta. Ismét kaptam egy csapatot ebben a tanévben, hogy kicsit közelebb vezessem őket a Jóistenhez. Hogy megtapasztalhassanak valami mást, amit ebben a rohanó világban nem tudnak megtapasztalni, és az iskolának sem feladata, hogy ezt átadja, vagy esetleg olyan családból érkeznek, ahol ezeket a kincseket nem tapasztalhatják meg. És én úgy érzem, hogyha még az év elején nem is így indulunk, de a tanév végére összeérik, és egy kincsé átalakul ez az egész, és mindenki olyan érzéssel ment el az elsőadozás után, hogy azt láttam rajtuk, mikor megkérdeztem, hogy érezték magukat, mit tapasztaltak az első Jézussal való találkozással, azt a választ adták, hogy ők érezték Jézus jelenlétét is, és mikor magukhoz vették, az tényleg egy belsőséges találkozásnak élhették meg, hisz nekem is ez volt a célom is. Istennel együtt, ez úgy érzem, sikerült. Az első áldozásának napja mi több? Elérkezett annak ideje is, hogy hivatást választom, és papi pályára lépett. Fölszentelték pappá, aztán egy darabig káplán volt, plébános, majd kinevezték püspöknek. Mi több? Előléptették bíborosnak, és 1904-ben 10. Pius pápa népem, a kis Giuseppe a pápai trónra lépett. Valóban rengeteg módszer és lehetőség van már szerintem a hitoktatásban, ahhoz képest, hogy régen azért mennyire kevés lehetőség állt a rendelkezésre egy hitoktatónak. Én folyamatosan keresem ezt, és szerintem attól, hogy hitről beszélünk, vallásról, itt is nagyon fontos a megújulás. És ezt a módszert úgy érzem, megtaláltam. Az egyik, amit ki is emelnék, Franz Kett nyomán, a Kett pedagógia, amely egy padlóképes foglalkozást rejt magában, aminek nagyon fontos tulajdonság és előnye, hogy az Isten képre és az ember képre épül, Isten és mi emberek vagyunk a középpontjában. Jézus, te vagy jelen, hiszek, bízom benned, imádlak, szeretlek. Isten életébe fokozatosan lépünk be, és úgy vélem, hogy ennek egy fontos mérföldköve a bérmálkozás. Bérmálkozásra felkészíteni nagy öröm, mert azok a kamaszok, akik ide járnak a plébániai hittanra, ők igazából ténylegesen nem hittanórára járnak, hanem Isten életén keresztül akarják és ismerik meg a saját életüket. A hitoktatói tanév egyik kiemelkedő eseménye volt a januári bérmálkozás. 8 fiatal részesült a bérmálkozás szentségében. Érezhető volt az emelkedettség, és teljesen bizonyos vagyok benne, hogy mindenkihez személyesen eljött a Szentlélek. Ezekkel a fiatalokkal máig tartjuk a kapcsolatot, együtt vagyunk. Ketten közülük a nyári római minisztráns találkozó résztvevői lesznek. A fiatalok részt vettek az oltárdíszítő versenyen. Van, aki máig megtisztel a bizalmával azzal, hogyha teológiai jellegű kérdése van, akkor kérdez. A most tanévben kezdő bérmálkozásra készülő fiataloknak egyik fontos eseménye volt a Nagybőjti keresztút. Ez hivatalos nevén Fiatalok keresztútja. A fiatalok maguk találták ki a stációk interaktív feladatait. Például volt kereszthordozás, egy valós fakeresztet megfelelő súllyal, mérettel kellett egyik stációtól a másikig áldjon meg benneteket a mindenható Atya Isten, aki vízből és Szentlélekből új életre támasztott és fiaivá fogadott. Őrizze meg lelketekben atyai szeretetével az Isten fiúság kegyelmét. Amen.
A bérmálkozós fiatalok részt vesznek most a nyári hittantáborban is, és egyébként is az a célunk, hogy aktív részesei legyenek az egyházközség életének, mert a bérmálkozás nem csak számukra egy nagy esemény, hanem az egész egyházközség reménységei ők, hogy Isten életét hogyan formálják a saját életükbe. Isten sem megy szabadságra, ő sem tart vakációt. Éppen ezért, mert Isten állandóan jelen van a ti számotokra, arra hív meg benneteket, hogy ti is legyetek jelen Isten számára. Munkás év volt az ide is. 4 általános iskola tartozik a Szent Margit Szent József plébániához. A Rákóczi iskola, a Csokonai iskola, a Toldi iskola és a Kinizsi iskola. Mindegyik iskolában azt kell mondjam, hogy nagyon nagy számban vannak a katolikus hit és erkölcstanra beiratkozott gyerekek. A plébánia területén olyan 440 hittanosunk van, és ezen kívül még van 3 plébániai csoportunk. Az egyik a kisebbeknek, az alsósoknak, a másik a 2 pedig a felsősöknek, illetve a középiskolásoknak. Ezt a munkát hála Isten nem egyedül végzem. 7 vagyunk, akik főállásban részmunkaidőbe, illetve megbízási szerződéssel dolgozunk a plébánián, így aztán az extra feladatok, a plusz feladatok is megosztódnak közöttünk. Ilyen extra plusz feladatok a vasárnapi igeliturgia, a mi plébániánkon a fő szentmise, a 10 órás szentmise, és ennek az igeliturgia része alatt a gyerekek ebben a hittanteremben vannak, és egy úgynevezett gyermek igeliturgián vesznek részt. A téma ugyanaz, mint fánt, ugyanazok a szentírási részek kerülnek feldolgozásra, nyilván az ő nyelvükön. Nagyon jó segédkönyveink vannak, nagyon jó ötleteket adnak, nagyon jó, hogy a Facebookon van ilyen ötletelős csoport, ahol megoszthatjuk egymással a Szentlélektől inspirált ötleteinket. Ebből próbálok én is meríteni, és ebből próbálok a többieknek is inspirációkat adni, hogy ne függjön nagyon attól, hogy ki melyik hitoktatóhoz jár hittalra. A katekézis. Leginkább üres kézzel és szívvel szeretek menni, hogy kapjak a gyerekektől valamit. Olyan még nem volt, hogy hittanóráról úgy jöttem volna el, hogy én ne kaptam volna sokkal többet, mint amennyit adtam.